Január 6-a vízkereszt napja. Az egyik legősibb keresztény ünnep Jézus megjelenésének momentumait kapcsolja össze, így a napkeleti bölcsek imádását, Krisztus megkeresztelkedését és első csodatételét. A katolikus egyházban ez a karácsonyi ünnepkör végét és a farsangi ünnepkör kezdetét is jelzi. Nagyon érdekes ugye a január 6-a, mert valójában a karácsonyi ünnepkor vége, a farsang kezdete, és ugye a két néphagyomány, ami hozzá tartozik, ugye a vízkereszt, és valójában a három király járása. Na most, hát a farsangról ugye az most még csak kezdődik, de a legjelentősebb talán a vízkereszt, amit a nyugati egyháznak a közben járására, vagy a hatására nagyon-nagyon elterjedt. És ugye mi a vízkereszt? Hát valójában ez az az alkalom, amikor a szentelt vizet, az a vizet, vízből szentelt víz lesz, és a lakosság, vagy a hívek és az emberek hazaviszik. Mire használták a szentelt vizet? Hát a szentelt víz az, ami ugye a születésünktől a halálunkig végigkísér az emberi életnél, de ugyanakkor bármi nemi tragédia történik, vagy bármi nemi katasztrófa, akkor is a szentelt víz az, ami segít. A három király járás, ugye ez pedig az a csodálatos hagyomány, ami ugye a napkeleti bölcseknek a, úgymond, hogy a történetét megidézi, amit a falusi legénykék, ezt eljátszottak, ugye a három napkeleti bölcs, a Gáspár, Menyhén, Boldizsár, akik ugye az Úr Jézushoz elment, az újszülötthöz, és vitték az ajándékot. Eleink életében nagy szerepet játszott a három királyok története, különösen a gyerekek körében. Megvan falun még úgymond, hogy ennek a hagyománya, de ugye ez az alkalom még a házszentelésöknek, azaz az otthon szentelése. Ilyenkor vízkereszt napján az atya egy-két is minisztrással, segédlettel elmentek a falusi házhoz, és a falusiak vagy a gazda kérésére ugye megáldotta, megszentelte a házat, és fölírta. Az idén ugye azt írta föl, hogy 20, és jött a 3 kezdőbetű, és utána jött a 22. Tehát ez az az alkalom, ami itt ezt az ünnepkört valójában körbeöleli. És ugye a jó kívánságok. Hát ugye a három király azért is ment, hogy vitte az ajándékot. Ekkor eleinknél még a legénykék, ahogy bekéretőztek egy-egy házba, eljátszották, bemutatták a történetet, és jó kívánsággal látták el a helyeket. És ugye ennek a jó kívánságnak bizonyos hozadéka is volt, kis almát, vagy apró pénz, vagy valamit kaptak ezek a legénykék. Érdekes volt talán az is, hogy egy-egy településen nem csak egy-egy csapat volt, több kis csapat is összeállt, és megvolt, hogy az egyik csapat a falunak az egyik végét, a másik csapat a falunak a másik végét járta, és köszöntőkkel látták el a helybélieket. A keleti egyháznál viszont másként ünnepelnek. Talán az az érdekes, hogyha úgy azt veszük, hogy valamikor, nem hogy valamikor, a keleti egyháznál ugye ez az év kezdete, ez Jézusnak a születése. Tehát a keleti, az ortodoxaknál ez valójában Jézus születését ünneplik, és talán az az egyedi és különleges, hogy ugye ez a keleti egyháznál a felnőtteknek is a megújrakeresztelése, ekkor vannak a kultikus, hát úgymond, hogy hideg vízben való megfürdetik magukat, vagy vízbe vetik magukat, ez a keleti egyházra jellemző, hogy a másodszori keresztelés is megtörténik ilyenkor. Valójában talán csak, ugye mivel ezt a, hogy is mondjuk, a katolikus, a latin egyháznak a hagyományai, tehát ennek a régiónak a lakosság, az ős lakossága nagyjából a nyugati, a latin egyházat képviseli. A keleti egyháznak a képviselői, ugye itt görög katolikusok is vannak nálunk, és szerb ortodoxok is, tehát ő náluk ez a Jézus születését, ugye ő náluk ma van a karácsony, tehát ők a karácsonyt ünneplik ezen a napon. Ez az, ami valójában eltér, de látjuk, hogy ez összemosódik, vagy egybemosódik lassan most már. Vízkereszt napja egyébként 2014-től a Magyar Katolikus Egyházban is parancsolt ünnep, szemben azzal a korábbi gyakorlattal, amely a hozzá közelebbi vasárnapra tette.